Köszöntöm a kedves nézőket, Várhegyi Ferencet hallják, Nürburgring, mégpedig a legendás Nordschleife, amely több mint 25 kilométeres. Az Európai Túrakocsi Bajnokság harmadik helyszíne, ugye 6 helyszínünk található a versenynaptárban. Franciaország Paul Ricard és a Szlovákia Ring után most a híres neves Nordschleife-n 3 kör a verseny, és itt vannak azok, akik jól szerepeltek az edzéseken. Péter Rikli, valamint Petru Fulin, aztán 111-essel Chris Rihard, aki harmadik a bajnokságban, két győzelme van, Fulin, aki második, Rikli pedig ugye 30 ponttal, egy ponttal Petru Fulin előtt. Egyéb iránt, ha már itt tartunk, akkor ott van a mezőnyben, ugyebár Nagy Norbert, aki a harmadik rajthelyről indulhat, 108-as rajtszámú Seat Leon kupájával, Cup Cup Racer autójával, ez ugye az Engő Motorsport kocsija. Íme itt van Rikli, aki tehát mindössze egy ponttal vezeti a bajnoki versenyt, ami azt jelenti, hogy nagyon szoros eddig a küzdelem. 64 kanyar található a Nordschleife-n, ez tehát azt jelenti, hogy elég nehéz megtanulni, jóval bonyolultabb, mint ahogy általában ez lenni szokott. Vannak újoncok, miközben itt azt láthatjuk, hogy a legelején a rajtnál vannak beragadó emberek. Új emberek, David Pozsé, aki a Sebastian Loeb Racing színeiben megy egy Peugeot-val, de van egy másik, Teddy Claré. És hát itt pedig azt láthatjuk, hogy rögtön piruetteznek. Ford Fiesták. A Super 1600-as kategóriában Niklas Maksin az, aki igen jó helyről indulhat, illetve indulhatott. Maksin és Kravets volt az egyébként, akik itt megpördültek. Itt pedig a felső kamerás, illetve helikopteres képből azt láthatjuk, hogy elég hosszú vonat alakult itt ki. Chris Rihard az, aki pillanatnyilag, vagy Richard pontosabban, aki ott megy az élen. Mögötte ott jön a hájt, pedig a dühöngő emberek. Kravets, valamint Maksin az, akik itt az első kanyarban összecsúsztak, és egy gyakorlatilag rögtön vége is a versenyüknek, úgy fest a dolog. Na és akkor menjünk vissza, itt azért kezdenek kialakulni most már néhány helyen nagyobb különbségek is. Itt van ebben a csoportban 119-essel Christian Schreiber, itt van, illetve Christian Schreiber, ott van Nagy Norbert is, de hát sajnos most már éppen a legrosszabb helyen. Ez azt jelenti, hogy éppen Schreiberrel meccselt, és ott a korlát lett a végállomás. Itt pedig Igor Stefanovski, aki szintén ezzel befejezte. Eléggé botladozik már ez az autó, Stefanovski ezzel nem tud célba érni, mint a sajnos Nagy sem. És ez pedig egy nagyon kemény küzdelem. Itt párharcok alakulnak ki, és Fulin az, aki megpróbálja Richard elkapni. Ugye Honda Seat Leon küzdelem, itt ez egy elég hosszú egyenes, és lehet, hogy sikerrel jár majd most már Fulin. Korábban ő már volt bajnoka ennek a sorozatnak egyébként. Tehát ugye ebben az esztendőben egy kicsit egyszerűsítették a szabályokat. Itt van Claré, aki ezzel a Peugeot 308-assal megy. Itt pedig megint az élcsoport, Fulin, és mögötte van most akkor Richard. Richard megpróbál visszatámadni. Ugye megpróbáltak tehát egy kicsit egyszerűsíteni a szabályokon. A Super 1600-as meg a Super 2000-es kategória az a kettő, amelyben indulnak a versenyzők. Egységesebbek tehát a műszaki technikai szabályok. David Grissner az 1006-os kategóriában.
Follin próbálja növelni az előnyét Richarddal szemben. Ugyanakkor ott a, az üldözőknél ott még sok minden történhet. Például egy ütközés, ez teljesen váratlan, mert ez egy rontott kanyar volt. Kis leszakadó alkatrész. Ettől még lehet menni tovább. Follin egyelőre még mindig ott van az élen a cseh versenyző. És hát itt pedig a két Peugeot-os, még Pozsé az, aki most Clary elé akar jönni. Follin képes tartani, úgy néz ki egyelőre az első helyet. És hát nagyon kicsi küzdelem, illetve nagyon nagy küzdelem után nagyon kicsi különbség, ha már a különbségeknél tartunk. Ez már egyébként az időmérőn is kialakult, hogy mindössze 12 ezred másodperccel volt jobb az időmérőn Follin. És ez azt jelenti, hogy itt is nagyon szoros küzdelem volt. Hát ez az eredmény, Follin most már újra nyerni tudott. Clary, Pozsé, Rikli, Schreiber, Mota, Lalusics. Hát sajnos Nagy Norbertnek nem sikerült célba érnie. Hát egyébként vannak egy más hiányzók is, mert történetesen, miközben itt már a második futam rajtjára várunk. Ugye ennek az a lényege, hogy az első 8-as fordított sorrendben indul. Ulrike Kraft meg Xenia Nix is többek között bajba kerültek még az időmérőn. Mind a ketten balesetet szenvedtek, és hát végül nem tudtak indulni a futamon. Ulrike Kraftot például a kórházba is szállították kivizsgálásra. Itt most Mladen Lalusicsé a rajt első hely. Még nagy lehetőség. Fábio Mota. Mota van a második helyen. Péter Rikli 112-esel a harmadik rajt helyről indulhat majd. Ami pedig Follint illeti. Ő a nyolcadik helyről, tehát elég kemény munkába telik majd, mire átverekszi magát. És itt meg már megint tolnak egy autót. És ez Niklas Maksin autója, aki ugye az utolsó helyről indulhatott volna, de úgy néz ki, hogy sehonnan nem fog indulni, mert hogy műszaki probléma miatt félre kellett állítani az autóját, és nincs ott a rajtnál egyébként, hogy jól láttam, Nagy Norbert sem. Fábio Mota jó rajtol, tudja tartani a helyét, ez egy nagyon fontos dolog. Péter Rikli jön ott mögötte, Chris Richard pedig a harmadik helyen, ők csapattársak. Aztán jön Schreiber, Clary, Pozsé, Follin, és hát Lalusics, aki ugye a rajt első helyet szerezte meg, már most kezd lemaradni. Nem. És méghozzá ott van Niklas Maksin, akkor nem ő az, akinek félre kellett tolni az autóját, hanem Grissnernek tolták félre az autóját, aki értékes pontokat gyűjtött egyébként az első futamban. És olyannyira jó helyen van Niklas Maksin, hogy ugyan utolsó helyről rajtol, de már most kezd feljönni a saját kategóriájában. Ugye ő volt az, aki kiesett az első futamban egy baleset miatt. Rikli és Mota az élen, és aztán jön Follin, aki most már folyamatosan jön följebb. Richard, Mota, kemény támadásokat kell kivédenie Motának, egyelőre kiválóan védekezik. Mota egyelőre nagyon szépen féken tartja a mezőnyt. Rikli az, aki üldözi, amikor megcsúszás. Rikli az, aki a saját csapattársával ütközik, ha jól látom. Vissza tud jönni még, de hát ez természetesen probléma. Itt van Lalusics, akit már egyre többen elhagytak. Motának ez most egy kis lélegzetvételnyi lehetőség. Richard, aztán Follin, aki egyre jobban jön fel. Ugye ő a 8. helyről indulhatott, és most már dobogóért tud küzdeni a jelek szerint. Mota. Motának most már jó esélye van arra, hogy
ha nem ront, akkor ott végezzen a legjobb háromban, akár még meg is nyerheti ezt a futamot. De hát azért Motát nagyon szorongatják. Itt jön megint Richard, és be tud jönni Mota elé? Úgy néz ki, hogy igen. Richardnak ezek szerint itt az egyenesben jobban gyorsult az autója. És most hirtelen megjelennek Mota mellett még. Schreiber az, aki összorongatja Motát, ráadásul ott jön még Fulin is. Lehet, hogy akkor Richardnak sikerül az, ami úgy nézett ki, hogy senkinek nem fog. Motának az előző körben még egy nagyon komoly előnye volt. Most azonban Mota már csak a harmadik, Schreiber is ott van előtte, és még Fulini szorongatja Motát. Mota persze vissza akar jönni legalább Schreiber elé, és ez most egy óriási lehetőség Richardnak, hogy ő viszont meglógjon. Chris Richard, és valószínűleg most már ő van a legjobb helyzetben. Úgy fest, hogy igen. Kevés az, hogy Mota meg tudja tartani még a dobogót. Egyelőre vezet Fulin előtt. Viszont most ott kívülről megpróbálja elkapni Motát. Schreiber tartja a második helyet, és sikerül Fulinnak bejönni Mota elé. Lehet, hogy Mota a legvégén marad le a dobogóról, a harmadik körben. Richard most már ezt meg fogja nyerni, őt már nem lehet utolérni. Schreiber van a második helyen, a harmadik helyen Fulin, és ilyen sorrendben érkeznek meg. A Kockás László már leinti őket. Mota a negyedik. Richardnak ez a harmadik győzelme ebben az esztendőben, úgyhogy igen jól teljesít. A Super 1600-asoknál pedig Maxinnak sikerült nyernie, annak ellenére, hogy eléggé hátul volt a rajtnál. Hát alakul ez. Egyébként ezt követően Portugáliába látogat majd a mezőny. Gyakorlatilag egy hónap múlva az egy utcai verseny lesz, ahol dupla pontokat kapnak. Új pálya a Villarreal, aztán Manicur meg Imola júliusban, illetve szeptember végén, október elején. Tehát itt még rengeteg változás lehet. Hát sajnos ugye magyar pontok ezen a Nürburgringi hétvégén nincsenek.